Elég volt, és változás kell. És ezt mindenki, amerre csak járt az ember, mondta és érzékeltette. Ez a felhatalmazás, és nem a jogállamiság kereteit szeretnénk megváltoztatni, hanem azt a rendszert, ami az elmúlt 8 évben volt, azt a gyakorlatot, azt a stílust, azt a politikai eszmeiséget és magatartást. Felelősséggel tartozunk a történelem színe előtt az őseink felé, akitől ezt a hazát örököltük, akitől a nyelvünket örököltük, akiktől a kultúránkat örököltük, és felelősséggel tartozunk az utódaink tekintetében is, akik majd el fognak számoltatni egyszer minket, a tekintetben, hogy hogy sáfárkodtunk ezzel az örökséggel. Növekedett ebben az országban az abortuszoknak a száma, és ami példátlan, hogy az elmúlt költségvetésben növekedett az abortuszok támogatására fordítható pénzösszegnek a száma, és amelyik úgy gondolom, hogy megrázó erejű. 9.999.900 ennyien élünk ebben az országban. Erre a súlyos demográfiai helyzetre egyetlen válaszunk lehet, és ez a család. Már az óvodás korban be kell vezetni olyan tárgyat, olyan programokat, amelyek felkészítenek a felelős és elkötelezett, egyenrangú társas kapcsolatokra. És a felsőoktatásban, az oktatás mellett a másik lehetőség a családi értékek felmutatása, mégpedig a médiában, a média használatában, a családbarát médiában van. A Nemzeti Együttműködés programja az elmúlt évek sehol nem vezető világnézeti semlegességével szemben értékeket mutat fel. A munka, az otthon, a család, az egészség és a rend az 5 nevesítetten legfontosabb érték. Fontosnak tartjuk, hogy az új alkotmány etoszában tükrözze a történeti alkotmány maradandó értékeit. Erősítse a közösségi normákat, a családvédelmét, biztosítsa a nemzeti javak megőrzését, és ahol szükséges, erősítse tovább az alapvető emberi és állampolgári jogok védelmét. Abban még talán a magyar parlament minden képviselője is egyetért, hogy a magyar mezőgazdasági földterület magyar tulajdonosok, kis- és középvállalkozások, családi gazdaságok kezében maradjon. Olyan nemzeti kincsről van szó, amit nem szeretnénk mások tulajdonában látni. Az új Magyarország vidékfejlesztési programba is szereplő, igen fontos támogatási jogcím, a gazdaságátadási támogatás és a fiatal gazdák induló támogatása. A régi szabályozás az nem jó. Túl bürokratikus, túlzott terheket rak az emberekre, és szinte teljesíthetetlen. Ezért kiszolgáltatottá teszi a vállalkozót is, és a munkavállalót is a hatóságokkal szemben. A vörös iszap áradás pusztítását látva, és annak következményeit értékelve, láthatjuk, hogy az emberi életen túl anyagi javakban is komoly kár keletkezett. Az országra nagy terhet ró egyébként szerintem az árvízkárok helyreállítása, a házak megépítése is. Miközben segítünk a családoknak, mint közösség mi magunk is elősödünk. Jó érzésnek tapasztalni, hogy képesek vagyunk összefogásra. A választókörzetemben több mint 40 ezer ember élt társasházakban, ezért a problémáikról, gondjaikról, életkörülményeiknek romlásáról szóló hírek közvetlenül jutnak el hozzám. Hogyha szükséges, akkor a törvény erejével kell fellépnünk azokkal szemben, akik elhanyagolják a mindennapi kötelességüket. Újabb parkolási korrupciós botrány rázta meg a fővárost. A parkolási korrupció bárki számára látható, megfigyelhető, a 13. kerület utcáin mindennapos jelenség. Azt remélem, hogy az ön által kinevezett új rendőri vezetés megoldja majd azt, amit az MSZP nem tudott, nevezetesen, hogy ne az utcán hömpögjön a korrupció, ne borzolja nap mint nap az emberek kedét, és ne rombolja a jogkövető magatartásba vetett hitet. Az országos mentőszolgálat, a szocialista kormányzás utolsó 3 évében nem kapott egyetlen egy mentőautót sem. A problémát magam is számos alkalommal felvetettem a ház falai között, de a megoldás érdekében egy lépést sem tett az előző kormány. A honvédelem területén ugyanúgy, mint minden más területen, az elmúlt 8 év kormányzása lenullázott minden érdemi szándékot és célt, így azt is, hogy szükség van
a tartalékos rendszerre. A bírói eljárások elhúzódása ellen az ég egyadta világán mindent meg kell tenni, amire lehetőségünk van. A bírósági ügyek elhúzódásáért azt hiszem, hogy arányaiban a legkisebb felelősség az ügyvédi kart terheli. Sokan mondják azt, hogy a Duna völgye Európa gazdagságának az egyik forrása. Ez így is van. De ez nem csak a gazdaság gazdagságát, hanem a természet sokszínűségét, a kultúrák gazdagságát és a nyelvek gazdagságát is jelenti. Azt szeretnénk a Duna stratégia kapcsán, hogyha a 21. században egy zöld koridor épülne a Duna mentén, és főleg az ökológiai és nem a gazdasági érdekek érvényesülnének. Az alkotmány a helyi önkormányzat működése során meghatározó szerepet játszó személyek közé tartozó alpolgármester jogállására vonatkozóan nem tartalmaz előírást, és indokolt, hogy ezt a hiányosságot pótoljuk. A választók adták nekünk ezt az erőt, és ezeket a reformokat végre fogjuk hajtani. Most először a választók akaratának megfelelően csökkenteni fogjuk az önkormányzati képviselők számát, tisztelt képviselők. A krakkói magyar konzulátus bezárása a szocialisták részéről durva semmibevételét jelentette a magyar-lengyel kultúra kétoldalú ápolásának, a két nemzet baráti diplomáciai viszony elmélyítésének. Talán nem véletlen, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr első külpolitikai látogatása Lengyelországba vezetett, így joggal gondolhatom, hogy a Magyar Köztársaságnak is fontos a konzulátus újra megnyitása. Megdöbbentő volt az MSZP képviselőcsoport frakcióvezetőjének nyilatkozata, mind a tartalma, mind a hangneme. Az elmúlt évek teljesítménye után az illő magatartás a szerény hallgatás lenne. Az volt a benyomásom, mintha a bukott diák korepetálni szeretne. Trianon, 1100 éves történelmünk, kárpát-medencei történelmünk legnagyobb csapása. Európa történelmében ilyen mértékű egyetlenségre talán nincs is példa. A kettős állampolgárságról szóló törvény meghozatalának, evidenciának kellene lennie. Mert a Magyar Országgyűlésnek nem arról kell számot adni a történelem színe előtt, hogy miért tárgyaljuk ezt a törvényt, hanem arról kell számot adnunk, hogy miért nem tárgyaltuk réges-régen, közfelkiáltással elfogadva. A 90-es évek elején a közszolgálati tévében látunk egy olyan riportot, mely a Székelyföldön készült, és melynek az utolsó kérdése, amit a riporter feltett egy idős székely úriembernek, az volt, hogy mit remél a lezajlott rendszerváltástól. A válasz a következő volt, azt, hogy egyszer még magyarok lehessünk. Azóta eltelt közel 20 év, és végre valóra válhat ez a remény. A nemzet összetartozik. Az összetartozás, mint tudjuk, a nemzeti érzés egyik legfontosabb kifejeződése. Az összetartozás nem puszta szó, hanem valódi felelősséget jelent egymás iránt, minden magyar iránt. A magyar társadalom a 20. század végéig méltán lehetett büszke a köz, a felső és a szakoktatásának magas színvonalára, nemzetközileg jegyzett eredményeire. Mindezek mára eltűntek, vagy eltűnőben vannak. Vállaljuk, hogy iskoláinkba vissza fog térni az eredményes neveléshez és tanuláshoz szükséges, szabadságon és szabályokon alapuló derűs rend és nyugalom. Nézzetek előre, és fiaitokat küldjétek tanulni, hogy jobbak lehessenek, mint mi valánk. Így biztatta a 19. század elején a magyar családokat Kölcsey Ferenc. Halljuk meg a biztatást. Azoknál a családoknál viszont, ahol a tanulás nem alapigény, az előttünk álló TÉPER 21-es számú törvényjavaslat reményeink szerint ösztönző erejű lesz. Mindenki előtt ismert az az időszak, amikor volt olyan másfél év, 2006 és 2007 között, amikor több is volt sokaknak a szociális segélyből megszerzett jövedelme, mint amennyit mások munkából megszerezhettek. Mindenféleképpen a közérdeket és a közjót szolgálja, hogyha megerősítjük a pénzügyi szolgáltatókkal szemben
a fogyasztók érdekeit. Meg kell segíteni a lakáshiteleseket, különös tekintettel a devizahitelesekre, akiket értelemszerűen az utóbbi néhány év árfolyamváltozása nagy mértékben megterhelt, és hát ehhez az árfolyamváltozáshoz tudni kell, hogy a bankok magatartása nagy mértékben hozzájárult. Manapság elég sok helyen, elég sok szó esik a devizahitelesek problémáiról. Én azt kérem, hogy egyértelműen az ügyfelek, az emberek mellé, és ne a bankok mellé álljunk. Annak érdekében, hogy a fiatalok tervezni tudjanak, és Magyarországon képzeljék el jövőjüket, megbízható költségvetésre, a gazdaságpolitika megfordítására és az adósság spirál leállítására van szükség. Úgy gondolom, az emberek levegőhöz, fényhez jutásának közvetlen eredménye lesz az, hogy újra úgy érzik majd, hogy jó itthon élni és jó magyarnak lenni. Ez a pozitív életérzés megmutatkozik a mindennapokban, és így megindulhat a várva várt gazdasági fellendülés. Az ifjúság nevelésében, a következő nemzedék nevelésében feltétlen pótolnunk kell azt, ami a ma nemzedékéből elmaradt. Gyermekeink védelmének egy lehetséges módja, hogy idejüket tartalmas elfoglaltsággal töltsük ki. Bár a művészet oktatás hasznossága vitathatatlan, ennek ellenére finanszírozási feltételei évről évre romlottak az elmúlt időszakban is. A magyar történelem során az egyházak bebizonyították, hogy jó gazdái az iskoláknak. Ha az egyház élve alkotmányos jogával oktatási nevelési intézmény fenntartására vállalkozik, akkor az államnak nem csak törvényes kötelessége, hanem megítélésünk szerint jól felfogott érdeke is ezt a törekvést támogatnia. A pedagógus képzésben is, a történelem tanításra való felkészítésben is kulcsfontosságú, hogy milyen személyek és milyen módon tanítják majd gyerekeinknek a történelmet. A rendszerváltáskor viszonylag kevésbé került a figyelem középpontjába a hortobágyi kényszermunkatábor. Pontosan azért, mert akkor még ezek az iratok titkosak voltak, csak a 90-es évek második felétől lehetett kutatni. Fontos, hogy mi viszont minden alkalommal megemlékezzünk erről. Az oktatásban minél nagyobb szerepet kapjon, hogy erre is kitérjünk. Az egységes elbírálás érdekében az indokolt, hogy nem csak a holokauszt, hanem a kommunizmus rémtettei is ugyancsak büntetendők legyenek. Szálljunk síkra az igazságosságért, hisz ez nem csak jogi, hanem erkölcsi kötelezettségünk is, hogy cselekedetünkkel az emberek szívébe újra hitet és reményt tudjunk gyújtani. A hivatás legfontosabb kelléke a tisztesség, az életre szóló, esküvőre szóló hűség, a felelősség, az őszinteség, a bajtársiasság. Jó kormányzást csak nemzeti alapon lehet végrehajtani, jó kormányzást, törvényeket csak értékek alapján lehet meghozni. Amikor mi nemzetiről beszélünk, akkor nemet mondunk a kozmopolitizmusra, és nemet mondunk az internacionalizmusra. Az MSZP politikai kultúrája ezeknek új elemei, amikről szóltam, és az általuk jellemezhető korszak, amit egyszerűen Gyurcsány korszaknak nevezünk, sokat ártott az országnak. Ezt a korszakot le kell zárnunk, és ennek a korszaknak az első lépéseként az elszámoltatásra van szükség.